November 21-én kedd este, jó estét kívánok! A Tatai Televízió hírháttér műsorát, a hírszemlét látják, tartsanak velünk! Az Eszterházy Ferenc Baráti Kör Egyesület a Kunidomokos Múzeummal együttműködve Mester és Tanítványa címmel szervezett különleges megemlékezést Skoplek István és Almádi Zoltán emlékére. A társaság még szeptemberben indított egy programsorozatot, amelynek célja a városunkban értékes tevékenységet folytató személyek bemutatása volt. Szeptemberben indítottunk el egy sorozatot, a Tatai térsége értékei, emberek és emlékek címmel, és itt végül is az a célunk, hogy itt a környékben értékes tevékenységet folytató valami kutató, tehát egy bemutatásra érdemes embereket szeretnénk bemutatni, és az ő általuk összegyűjtött emléket, úgyhogy már két programunk volt. Most ez a harmadik, ezt a várba hoztuk, korábban a nyári lakban tartottuk ezeket a programokat, azért, mert Skoflek Istvánnak még ma is nagyon nagy az ismertsége, nagyon sok tanítványa viszi tovább értékrendjét. Az egyik ilyen tanítvány volt Almádi Zoli is, aki sajnos idén eltávozott, és most már őre is csak emlékezni tudunk. 2019-ben tartottunk egy megemlékezést Skoflek Istvánra, ami után nem sokára a várba volt is egy kiállítás a gyűjteményéről, és ebbe bízunk, hogy ez most sikerülni fog Almádi Zoli esetében is. A megemlékezésen tiszteletét tette Skoflek Katalin, Skoflek István lánya is, aki igyekezett édesapja emlékének és munkásságának minden olyan fontos mozzanatát megosztani az érdeklődőkkel, amelyek rá is nagy hatással voltak. Kitért többek közt arra is, hogy nem csak a természet határtalan szeretete, hanem a tanítás is elengedhetetlen szerepet töltött be édesapja életében. Igazából be kell valljam, én leírtam, tehát az életét így egy kicsit összefoglalva, tömörítve a munkásságát, a pedagógiai, a kutató munkásságát, azt leírtam, és felolvasva tudnám igazán jól elmondani. De amit kiemelnék, hogy ugye ő paleontológus, botanikával foglalkozott, tehát nagyon széles körben volt tudományos munkássága, volt Vértes Lászlóval a Samu megtalálásánál a régészeti feltáráson, végig dolgozta ott a régészeti feltárást, ott a paleontológiai részét vitte ő, úgyhogy Komárom-Esztergom megyében úgy tudom, hogy ez a leginkább feldolgozott rész paleobotanikai szempontból. De lehetne még sok mindent felsorolni, ami még nagyon lényeges szerintem az a pedagógiai munkássága, ami nem csak az Eötvös József gimnáziumban, ahol tulajdonképpen ő kezdetétől szinte a haláláig tanított, mert az utolsó két évben volt ő a Kunidomokos Múzeumnak már teljes állású munkatársa. Nem csak a tanítás, ő kémia és biológia szakos középiskolai tanár volt, hanem az a fajta pedagógiai munkássága, ami a gyerekeket a természetben való élésre és a természetnek egyrészt a szeretetére, másképp egy abszolút a tudományos szempontú megközelítésére, feldolgozására tanította. Azt gondolom, hogy ezzel olyan értékeket vitt a világba, az országba, ami hihetetlenül fontos, és nagyon sok természetvédelemben dolgozó szakember volt tanítványa. Táborokat szervezett, ahol szigeten úgy voltak a gyerekek, hogy a vizet vitték a hajókon, a sátrakat vertek föl, kelt a tűzhelyet építettek, tehát tulajdonképpen egy teljes ilyen természetben való önállátásra tanította őket, és úgy, hogy aztán utána úgy hagyják el a helyett, hogy az ne szenvedjen semmilyen kárt a természetvédelmi szempontból, és ezeknek a természettudományos igényű feldolgozása volt a sziget élővilágának a cél. Én azt láttam édesapámon, hogy a pedagógia, a tudomány, a természetben való élés az olyan szinten egybeolvadt az ő személyiségében, hogy nem lehet szétválasztani. Tehát
amikor természettudományon foglalkozott, akkor is mindig voltak tanítványok, gyerekek körülötte, akiknek beszélt, az éppen aktuális feldolgozásáról segítettek egyébként a tanítványai, akár a mintáknak az iszapolásában, vagy rendezésében. Tehát, hogy a tudományos kutatómunka és ez a pedagógiai rész, ez annyira összefort nála, hogy nem lehet külön választani. Találkozáskor többen mondják, hogy nagyon meghatározó szerepet töltött be az életükbe, és valahogy a tanítványainak egy kicsit ilyen tanácsadója is volt, fordulhattak hozzá az életük problémájával, tehát főleg a középiskolai korosztály, de egyébként általános iskolásokra is kiterjesztette a természettudományos, a Hermann Otto szakkörnek a tagságát, illetve a táborokban való részvételt, de hogy nagyon sokuknak életvezetési tanácsadást is végzett, nem csak a pedagógusa volt, hanem később aztán tanítványai, munkatársai és barátai is lettek. Például akkor mit tudunk elmondani Tamári Zoltánról és az ő kapcsolatáról? Erről mit tud? Hát először tanítványa volt, és amit mesélt nekem róla, hogy hihetetlenül tehetséges tanítványa volt a kémia tantárgyból különösen, és utána meg is maradt a kapcsolat, nem csak munkatársak voltak, hanem nagyon jó barátok, úgyhogy ők együtt is dolgoztak, nagyon jóba is voltak. Igazából sajnos az én szüleim nagyon korán elváltak, de amikor édesapámnál voltam, akkor mindig mentünk a természetbe, úgyhogy rengeteg kiránduláson vettem én részt. Ez leginkább társaságban volt, tehát többen voltunk, de volt, amikor kettesben is mentünk. Hihetetlenül jó megfigyelő képessége volt, és elképesztő módon ismerte a fákat, a bogarakat, a madarakat, a hangjukról, tehát mindent hihetetlenül széles körűen. Úgy volt, hogy rengeteget járt ki a természetbe, tehát nem csak bent ült, és úgymond irodai, idézőjelben irodai munkát végzett, hanem nagyon sokat volt kint a természetben, és gyűjtötte például a levéllenyomatokat, köveket tört fel, tehát hogy mészköveket a meghatározott lelőhelyeken. Egyébként ez annyira összefort az ő hobbija és a munkája, hogy szabadságán is ment, és törte a köveket, és gyűjtötte az anyagokat, amiknek jó része egyébként itt a várban volt, és ő itt határozta, legalábbis az én emlékeim szerint. Igazából hihetetlen emlékező tehetsége volt, és egy része lett beleltározva. Ő pontosan tudta, hogy honnan gyűjtötte, mikor gyűjtötte, de nem mindegyik volt beleltározva pontosan amiatt, mert az ő emlékező tehetsége tárolta ezt, és ugye ez a hirtelen halálánál gondot is okozott, mert a gyűjteményének egy részét nem lehetett pontosan beazonosítani. A megemlékezés helyszínének a Kuni Domokos Múzeum biztosított helyet, hiszen Skoflek István neve és munkássága összefonódott a múzeum életével. Széleskörű hatalmas gyűjteményének nagy részét sikerült megőrizni az utókornak, így a múzeum az öröksége és tevékenysége előtt méltó módon tisztelekhet. A gyűjteménynek a múltja a 70-es évek elejéhez köthető, amikor ugye Skoflek István megalapította a múzeumnak a természettudományi gyűjteményét, és hát az elején főleg a paleobotanikára, tehát az ős növény lenyomatokra koncentrálódott ez a gyűjtemény, de azért azóta ez már bővült. Viszont sajnos a halálával utána egy elég káoszos időszak következett, mert nem volt szakmuzeológus a gyűjtemény mellett, és hát én érkeztem ide 2013-ba, és akkor én kaptam meg ezt a gyűjteményt, mint hogy akkor legyek jó gazdája, és viseljem gondját. Úgyhogy hát őszintén szólva nekem nagyjából egy évem telt el azzal, hogy felderítsem, hogy mi van ebbe a gyűjteménybe, és hát csodák, azt kell mondanom. Úgyhogy remélem majd itt a program kapcsán sikerül is egy kicsit bemutatnom ebből a megjelenteknek.
És hát abszolút törekedünk arra, hogy ugye Koflek István egy hatalmas hagyatékot hagyott hátra két szempontból. Egyrészt ugye a gyűjteményét, másrészt pedig egy hatalmas természettudományos életet mozgatott itt Tatán, ami aztán az ő elvesztésével, hát mondjuk azt, hogy feloszlott. És én kicsit ezt is éreztem a feladatomnak, hogy ezt visszahozzam, és hogy itt a helyi közösségnek az életébe visszahozzam a természettudományoknak a fontosságát, a természettudatos gondolkodást, és hogy megismertessük minél több mindenkivel, hogy mi mit is őrzünk itt a várnak a falai között. Úgyhogy hát miután sikerült feltérképezni a gyűjteményünket, igazából azt hiszem mondhatom, hogy 2014 óta múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tartunk ebben a témában, 16-tól több országos projektbe, például az évásványa, évős maradványa, becsatlakoztunk, földtudományos forgatókönyvpont voltunk múlt hétvégén, ami szintén egy országos megmozdulás Budapesten, tehát próbálunk kapcsolatokat kialakítani társintézményekkel, így országos szinten. Rengeteg tematikus napot tartunk, földnapja, vízvilágnapja, amire gyerekcsoportokat fogadunk. 2021 óta nyaranta geotábor tartunk, amikor szintén ebben a tematikában próbálunk tudást és ismeretet átadni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ha nem is sikerült még akkor a kört kiépítenem, mint Koflek Istvánnak, de nagyon rajta vagyok, hogy minél több embernek tudjam átadni az ő hagyatékát. Nekem az egyik nagy kedvencem, és most főleg azért, mert 2024-re megnyerte az Évős Maradványa címet is, a Gyapjas Mamut, és a gyűjteményben rengeteg, én úgy hívom, hogy mamut alkatrész, de hát mamut csontokat tartunk, tehát fogat, agyart, lapockacsontot, combcsontot, egybe, és hát ugye nagy szó, hogy Tatán itt van a Porhanyóbánya, ami egy komplett mamut lelőhely valójában, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas téma, nekem ez az egyik nagy kedvencem. A másik meg hát a paleobotanikai gyűjtemény, ami az alapja az egésznek, tehát hihetetlen, hogy a természet hogy képes megőrizni százezer éves növényeknek a lenyomatát, a leveleknek az erezetet teljesen pontosan megmarad. Most egy erdei fenyőtoboz lenyomatot fogok majd a közönségnek megmutatni. Szerintem elképzelhetetlen, aki saját szemmel nem látja, hogy milyen pontos lenyomatot tudnak ezek képezni. Mennyire volt központi szerepe az ön munkásságának itt a múzeum életében? Teljes mértékben. Tehát a természettudományi gyűjteménynek ő a központja, ő az alapja, és igazából ugye most ez a program is mester és tanítványa, ugye Koflek István és Almádi Zoltánról szól. Én azt gondolom, hogy talán valahol a sorban én is ott vagyok, mert mind a kettőjüktől rengeteget tanultam. Koflek Istvántól a gyűjteményen keresztül, a feljegyzésein keresztül rengeteg naplót hagyott, amiket el tudok olvasni, amiből tudok tanulni. Igazából ő a gyűjteményen keresztül tanít. Almádi Zoli pedig rengeteg időt töltöttünk együtt kirándultunk, és ő adta meg nekem itt az alapot, hogy Tatán mindent megtanulhattam. Ennek kapcsán akkor van olyan személyes emlék, amit akár szívesen megosztanál most itt a tévénézőkkel? Hát talán egy gánti kirándulás, ami nagyon emlékezetes volt, hiszen én tényleg úgy csöppentem ide Tatára, hogy én nem innen való vagyok, tehát nekem itt minden új volt, és igazából tényleg a Gerecse, Vértes és itt a környéknek a geológiáját, a finomságait, a jó kis gyűjtő lelőhelyeket, hogy hol lehet jó kis ősmaradványokat gyűjteni, azt mind Almádi Zolitól tanultam. Úgyhogy gántra mentünk el, aki volt ott, azt tudja, hogy olyan, mintha a Marson járna az ember körülbelül, viszont van egy titkos sarok, ahol gyönyörű eocén csigákat lehet gyűjteni, és én ezt neki köszönhetem, hogy ezt tudom. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hírszemlével holnap este is várjuk Önöket, viszontlátásra!